A Perczel Béla által alapított Zománc gyár még ma is működik Bonyhádon. Magyarország egyetlen működő Zománc gyárában manapság alapvetően háztartási célú zománcozott főző, sütő és kiegészítő, úgynevezett egyéb termékeket gyártanak. Gábor Zsolt, a Völgységi Múzeum muzeológusa, az itt készült táblák és eszközök kiállításán mesélt a résztvevőknek a gyár történetéről. A kiállítás apropóját az adta, hogy 45 éves idén Bonyhád. Korábban már a 18. században rendelkezett mezővárosi státusszal, aztán sajnos visszasorolták nagyközségé, viszont a nagyközségek között kiemelkedő helyzete volt az akkori Magyar Királyság területén. Rengeteg üzem és gyár nyílt itt a dualizmus utolsó éveiben, többek között az 1909 óta folyamatosan működő Bonyhádi Zománc gyár. Perczel Béla III alapította Bonyhádi Zománc gyár termékei. Itt elsősorban a 10-es évek elején gyártott utcatáblák eljutottak az akkori Oszmán Birodalomba, Konstantinápolyba, Bursába, Szalonikibe. De itt a kiállításon is látható egy 12. Bécsi, tehát Bécsi 12. kerület, a Meidlingnak egy utcatáblája. Hát ezekkel a táblákkal alapozta meg Perczel Béla a gyárának a hírnevét, majd olyan neves grafikus művészt, mint Kertes Kolman Jenő tudott leszerződtetni a 20-as évek végén, akinek a reklám Zománc plakátjai, ugye ezek nem Zománc táblák voltak, hanem a reklám Zománc plakátok, világhírűvé tették a gyárat. Például 1914-ben ők nyerik meg 27 versenyző közül a Frank kávépótlékgyárnak a díjnyertes beszállítói lettek. Bonyhád azonban nem csak a világ hírnevet köszönheti a Zománc gyárnak. És az, hogy Bonyhádon létrejött egy Zománc gyár, csak a véletlen műve volt. Perczel Béla III a 1902-ben alakult bonyhádi villanytelepnek volt főbetétese, amit egyébként az evangélikus gimnázium tanára Forberger László alapított. Aztán ő összeveszett főszolgabíróként a főispánnal, és elköltözött Somogy megyei Tabi birtokára. Aztán egy sertéspestis következtében 1907-ben elpusztult a sertésállomány, az jelentős mostani árakon 200 millió forintos veszteség érte, és utána megtudta azt, hogy a villanytelep nem rentábilis, gazdaságtalanul működik, veszteséges. És eladta a Tabi birtokát, azért kapott 1,8 millió aranykoronát, mostani árakon az 3,6 milliárd forint, és abból a pénzből a bankárok és a szakértők tanácsára, hogy a villanytelep működését rentábilissá tegye, nem volt kihasználva, csak kb. 20%-ba megalapította az Zománc gyárat. Dominó gyárat is alapított, de ez csak 4 évig ment. Hát az Zománc az bejött, mert 1909 óta folyamatosan termel az üzem. Ha nem is a reklám Zománc táblákkal, hanem az edényekkel, Dél-Amerikától kezdve a világ minden pontjára szállít. Most a Völgységi Múzeum időszaki kiállítással állít emléket az alapítóknak és mindazoknak, akik a gyár fennmaradásáról gondoskodtak. Régi képek, eredeti dokumentumok és a gyár termékei, Zománc reklámtáblák és edények mutatják be a gyár korszakait. Az érdeklődők a kiállítást októberig tekinthetik meg a Völgységi Múzeumban.